Már régóta kongatja a vészharangot a világ tudományos közössége a földet érintő fenyegetések miatt, de egyelőre úgy tűnik, a legkörnyezetszennyezőbb országok vezetői ezt alig akarják meghallani. A Földnapja alkalmából összegyűjtöttük, mik a bolygónkat fenyegető legnagyobb kihívások jelenleg. A kutatók szerint ezek között élen jár a klímaváltozás. A sarki jég olvadása, a tengerszint és az átlaghőmérséklet emelkedése már most, a jelenkorban is katasztrofális következményekkel jár. Az időjárás szélsőséges, szigetek tűnnek el, Afrika pedig egyre sivatagosodik. Hatalmas problémát okoz a műanyag szennyezés is. A zacskók, kötelek és elhagyott halászhálók több millió tengeri állatot megölnek évente. Csak Európában évente több mint 500 000 korai halálozásért felelős a légszennyezés. A járműforgalom mellett a károsanyag kibocsátáshoz jelentősen hozzájárulnak az erőművek, az ipar és a háztartások is. A WWF nemrégiben közölt sokkoló adatokat, az emberiség kevesebb mint 50 év alatt kipusztította az emlősök, madarak, hüllők és halak több mint 60%-át. Tudósok szerint ez már a civilizáció létét fenyegeti. Egyre több vezető tudós szólal fel a túlnépesedés ellen is. Szerintük a világ erőforrásainak felélésével az emberiség saját maga és más fajok létét fenyegeti. A világszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, aki még tehet a klímaváltozás ellen.